elkészült a finomság. Nagyon jól néz ki. Tehát ez a májméregtelenítés, ez nagyon alkalmas. Minden olyanféle finomság van benne, ami alkalmas arra. És hogy jól lakjunk. Megnézzük, hogy hogy néz ki. Amikor a krumpli megsült, akkor az egész kész van. Megpróbálom ide kitenni a tányérra. Kicsit nehézkes, de ilyen. Nagyon finom. Még egyet kiteszek, és akkor utána. Tehát hús nélkül. Mindenféle tej, stb. Tejszín. Ez vegetáriánus étel. Nagyon-nagyon finom lett. Húsmentes, tejmentes, mindenféle mentes ételt fogok elkészíteni. Az alapja az lesz, hogy egy 6 szem krumplit így már gyönyörűen ilyen vékony szeletekre elszeleteltem, megmostam. Fog bele használni körit, fogok bent természetesen sót, egy pici kis paradicsomot, 2 paradicsom van, egy nagyon kevés paprika. Ez egy ilyen olasz fűszerkeverék, ebben van mindenféle kukukfű, rozmarin, stb. Ez fokhagymát sem fogom belőle sajnálni. 2 fej vöröshagyma, 1 fej lilahagyma, és ez egy, hát egy olyan 4-5 kanál étolaj, és cukkini feldarabolva egy körülbelül egy ilyen 2 centi szélességűekre. Na most úgy fogom csinálni, hogy először is természetesen meg fogom olajozni az edénynek az alját, mert majd meg fogom sütni. Így, ne égjen semmi sem oda. És akkor elkezdem rakni a krumplit. Ez az alapja az ételnek. Szerintem jobb, hogyha inkább így ide öntöm. Jön rá a só. És teszek rá olajat. Vagy az még kell bele. Jó. A következő lépés. Paradicsom.
Úgy szépen mindent ráhalmoztam. És akkor jöhet a cukkini, melyet megmártok olajba. Nagyon nehéz így főzni, hogy egyik kezemmel tartom a telefont, a másikkal megfőzök, hogy készítem az ételt, de hát még nem jöttem rá, hogy... Mindegyiket belemártam olajba. Így. És akkor szépen így elhelyezgetem rajta. De a maradék fűszerem. Maradék körim. Besózom. Igen, le fogom takarni fóliával, alufóliával, és meg fogom sütni. Negyvenöt percig sütöttem 235 fokon. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!